A Black Panther Wakanda Forever megjelenésével végre egy újabb legendás Marvel képregény karakter került a filmvászonra. Megismerkedhettünk Namorral, az Atlantiszi királlyal. És gondolhatnánk, hogy az MCU immár 30 filmjében azért már jó mélyre kell nyúlni a nagy Marvel karakter adatbázisból, és hogy innentől kezdve már csak a kisebb jelentőségű karakterek jönnek. Pedig a valóság az, hogy még bőven nem. Még mindig rengeteg olyan, képregényekben nagy szerepet játszó karakter akad, akik semmilyen filmes említést nem kaptak még az MCU-ban, de szinte biztos, hogy a jövőben még fognak. Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Lead. A mai videóban pedig az Unibet támogatásával összeszedjük azokat a Marvel képregény karaktereket, akiket a legszívesebben látnánk a nagyvásznon. A legelején szögezzük azért le, hogy nem csak azokat a karaktereket gyűjtjük most össze, akiket még nem láttunk, hanem azokat, akik még tervben sincsenek, vagy legalábbis mi nem tudunk róluk. Tehát például nyilvánvalóan esélyes lenne ebbe a videóba a Fantasztikus 4-es, Adam Warlock, Kang a hódító vagy Penge, de ők már mind belettek hivatalosan jelentve, hogy érkeznek a következő években, úgyhogy a mostani videónkban nem szerepelnek. Egy apró kis csalás mindjárt ez a kitételhez Black Knight, ugyanis effektíve már szerepelt Marvel filmekben, amit egyfelől nem nyert el még el igazi képregényből ismert karakterét, másfelől nincs megerősítve, hogy látjuk-e viszont, csupán egy főcím utáni jelenet utal rá. Tehát a képregényekben Dane Whitman egy tudós volt, aki megtudja, hogy az ő családjának tagjai vették fel sorra a Black Knight nevet, és voltak ezen a néven nagy gonoszok. A legutóbbi Black Knight épp a nagybátyja volt, aki Iron Man ellen egy csatában esett el. Amikor viszont ez a tény kiderül számára, ő úgy dönt, hogy felveszi ő is ezt a nevet, de a képességeit jóra fogja használni. A képregénybeli Dane Whitman ugyanis egy fizikus, és nagyrészt ez a tudás, ami a képessége, de viszonylag hamar felbukkan az Ebony Blade, egy különös mágikus kard, ami azon túl, hogy szinte minden anyagon átvág, halhatatlanságot is kölcsönöz viselőjének, meg persze egy menő fekete páncélt. Nagyrészt innen jön a Black Knight elnevezés is. A karakter, ahogy mondtam, felbukkant már az MCU-ban, a The Eternals-ben Kit Harington alakította Dane Whitman, aki ebben a verzióban egy történész professzor volt. A képregénybeli Black Knight is szerelmes volt Cersei-be, ahogy a filmbeli Dane Whitman is, szóval ez a sztorivonal is stimmel, sőt a képregényekben később Black Knight pont Kang a hódító ellen segíti a bosszúállókat, ami megint csak közeleg úgy a jövőben. Jelenleg annyit láttunk egy főcím utáni jelenetben, hogy Dane Whitman épp viaskodik azzal, hogy kivegye-e az Ebony Blade-et a dobozából, miközben a képernyőn kívülről az új Penge, Mahershala Ali kérdez rá, hogy biztosan készen áll rá. Szóval lehetséges, hogy felbukkan még későbbi filmekben, de amennyire negatív volt az Eternals fogadtatása, lehet, hogy ebből már soha nem lesz semmi. Squirrel Girl egy kicsit ilyen poén karakter Deadpoolhoz hasonlóan, sőt ami azt jelenti, elég sokszor találkozik is vele és egy baráti körben is mozognak. Taryn Allen Green 10 éves volt, amikor felfedezte, hogy beszélgetni tud a mókusokkal, mert mint kiderült, valamilyen megmagyarázhatatlan okból a génjei megváltoztak és mókus képességeket adtak neki. De amikor a Marvel nem tudta visszaszerezni a mutánsok megfilmesítésének jogait, egyértelműen kijelentették, hogy csak valami megváltoztatta a DNS-ét, vagy RNS-ét, vagy valamit, és sem jogi, sem orvosi értelemben nem mutáns. Mindenféle mókusos képessége van, például van egy hosszú szőrös farka, nagy előső fogai, amivel át tud rágni bármit, emberfeletti mókus reflexei vannak, és lát a sötétben, mint egy mókus. Egy időben azt állította, hogy mogyoró ízűek az ajkai, de ezt a képregény sorozat írója megcáfolta. Elképesztően erős hősről van szó, aki mindjárt első kalandján levette Dr. Doomot, megküzdött modokkal, de nyert már Deadpool, Galactus, sőt Thanos ellen is. Igazából egy közönségkedvenc karakterről van szó, aki egy vicces színfoltja lehetne bármelyik ilyen vicces sorozatnak, simán látom kézen, hogy felbukkanjon egy Deadpool filmben, a Guardians of the Galaxy sorozatban, vagy akár egy She-Hulk epizódban. Arra, hogy Beyonder felbukkanjon az MCU-ban elég nagy az esély, tekintve, hogy ezt a karaktert legelőször a Secret Wars képregényben ismerhettük meg, és pontosan ugyanilyen címmel érkezik majd a 2026-os Avengers film, ami nagy lezárása lesz majd a 6. fázisnak, a multiverzum szagának. Szóval lehetséges, hogy ez a film, ahogy a képregény is Beyonder erre fog foglalkozni, de könnyen lehet, hogy átalakítják annyira a sztorit, hogy őt kihagyják belőle, volt már erre példa, ettől függetlenül beszéljünk róla úgy, mintha egy be nem jelentett karakter lenne. Gyakorlatilag egy ilyen dimenziókon felül álló létezőről van szó, vagy ha úgy veszük, a multiverzum mindenható uráról. Innen is jön igazából a neve, mert a multiverzumon kívül álló realitást Beyond Realm-nek hívják, és ő a Beyonder. Igazából elég sokszor átírták már, hogy mire képes pontosan, szóval folyton változik, de a lényeg, hogy gyakorlatilag mindenható ereje van a valóság átalakítására, a multiverzum különböző univerzumai között is gond nélkül ugrál. Beyonder eredetileg, ahogy
ahogy mondtam, a Secret Wars képregényben bukkant fel. Itt egy laborasszisztens, Owen Reese próbál ebből a Beyond Realm dimenzióból energiát nyerni, ez sikerül is neki, és végül egy gonosz lesz más néven. Beyonder viszont ezen a lyukon át beszabadul a mi világunkba. Itt aztán megismerkedik a Földdel, a szuperhőseivel és szupergonoszaival, és elteleportálja őket egy általa létrehozott dimenzióba, a Battle Worldbe, hogy küzdjenek meg egymással. Ez volt gyakorlatilag a Secret Wars. Könnyen lehet, hogy ezt fogják megfilmesíteni a cím alatt, de mondom, egyelőre nincs róla konkrétabb info. Amerika kapitány volt az első bosszúálló, de a képregényekben nem csak az új, hanem a régi kontinensnek, vagyis hát Britanniának is van egy védelmezője, Britannia kapitány, Captain Britain. Itt viszont nincs szó semmiféle szuper katona szérumról, hanem inkább mágikus erőkről és Merlinről. A Marvel képregények világában az arthuri legenda kör egy létező dolog, és sok hős eredezteti innen magát, amúgy Black Knight is részben ugye ebből a legendából jön. Brian Braddock egy kicsit ilyen Marveles zöld lámpásként kerül a pozícióba. Természetesen ő is fizikát tanult az egyetemen, mint a Marvel szuperhősök közül szinte mindenki, amikor egy zsoldos csapat támad a laboratóriumra. Brian menekülni próbál egy motoron, de balesetezik, és épp kivérezni készül az út mellett, amikor felbukkan Merlin. Felajánlja neki, hogy életben maradhat, ha elfogadja az Amulet of Right-ot. Természetesen él a lehetőséggel, és Captain Britanné válik Britannia védelmezőjévé. Képességei csak ilyen szokásosak vannak, emberfeletti erő, állóképesség, ügyesség, de repülni is tud. Viszont azért lenne értelme, ha felbukkanna, mert ő is elég egy ilyen interdimenzionális hős. Vannak ugyanis interdimenzionális energiák, amik valamiért minden dimenzióban Britanniában összpontosulnak. Ez tölti fel erővel az amulettjét, és adja Britannia kapitány erőt neki is, meg minden multiverzumban egy adott Britannia kapitánynak. Ráadásul a képregényekben egy időben cserediákként Amerikába utazik, és pont Peter Parker szobatársa lesz a kollégiumban. Szóval most tökéletesen illene egy ilyen multiverzumos pókemberes MCU filmbe. Mephisto neve nyilván ismerős lehet, hiszen bukkant már fel képregény filmekben. Az eredeti sztori szerint ugyanis Mephisto, vagyis Mephistopheles volt a kozmikus, ördögszerű lény, akinek Johnny Blaze eladta a lelkét és vált Ghost Riderré. Anno a Nick Cage féle filmekben Peter Fonda játszott el a szerepet. A képregényekben folyamatosan össze-vissza váltogatták, hogy most akkor Mephisto az igazi sátáne, vagy sem, és hogy most akkor kiadja a Ghost Rider erőket. A lényeg, hogy Mephisto egy valami démon, aki egy pokorra hasonlító dimenzió ura, és folyamatosan ott tevékenykedett a Marvel történések hátterében. A képregényekben például amúgy ő volt Thanos legfőbb segédje a végtelen háború idején, a Secret Wars 2-ben pedig a Beyonder elejét akarja ellopni a halál úrnője számára. De amúgy folyton visszatérő gonosz volt, eredetileg ugye a Silver Surfer számára, de Thorral, a Fantasztikus Négyessel és Daredevillel is harcolt már. Igazából bármilyen kontextusban elő lehetne hozni Mephistót és behozni egy kicsit démoni, pokolszerű világot az MCU-ba. Sőt, ami a legérdekesebb a karakterében, hogy ugye ő is egy ilyen trükkös alkukat osztogató entitás, szóval haldokló karaktereket menthet meg a vész széléről, hogy aztán örökre lekösse a szolgálataikat, vagy esetleg kiderülhet már valami halott karakterre, hogy igazából nem halt meg, mert Mephistóval alkut kötött, szóval, hogy lenne lehetőség számára az MCU-ban. Galactus az egyik legérdekesebb gonosz a Marvel világában, de talán a gonosz kifejezés nem is teljesen jó, mert lényege, hogy egy moralitástól független létező. Egy hatalmas bolygófaló kozmikus entitás, akinek hatalmas erejéhez arra van szüksége, hogy egész bolygókat fosszon meg az energiájától. Amikor először bukkant fel a képregényekben a Fantasztikus Négyes ellenségeként, kifejezetten ez is volt Stan Lee-ék célja, hogy kicsit eltávolodjanak a hagyományos, gonosz emberke szupererőkre tesz szert sémától. Galactus egy megállíthatatlan erő, aki számára az emberek még a hangyáknál is kisebbek, de mégis a Föld védelmezői valahogy meg akarják állítani. Nyilván az évek során tovább bővítették a háttérsztoriát, és kiderült, hogy az eredeti neve Galan, és egy szimpla halandó volt, aki még a mi univerzumunk ősrobbanása előtti univerzumban létezett. Aztán, amikor annak az univerzumnak vége lett, összefonódott az univerzum öntudatával, és a mi ősrobbanásunk után kozmikus erőkkel felruházva Galactusként bukkant fel újra. Anno, amikor még a Fox a 2000-es évek elején készített szuperhősös filmeket, már megjelent filmformában, de nyilván fogták az összes jellegzetességét, elvették, és egy szimpla felhőként ábrázolták. Ami, hát nem túlzás azt állítani, hogy eléggé feldühítette a képregény rajongókat. Valójában igazából amúgy az volt a cél, hogy majd egy későbbi folytatásban bukkan fel rendesen, jól ismert alakjában, csak nyilván azt a filmsorozatot sohasem folytatták, mert hát
nem volt elég jó. Azóta is várjuk, hogy egyszer végre igazi formájában is felbukkanjon a bolygóevő óriás, hogy egy igazán félelmetes, kozmikus veszélyen nézhessenek szembe az MCU hősei. Mindig, amikor felmerül, hogy ki a Marvel univerzum szupermene, többnyire nem tudnak döntésre jutni a képregény rajongók, de az egyik felmerülő válasz mindig Sentry lesz. Sentry bemutatkozója amúgy baromi érdekes volt a képregényekben. Adott egy pocakos középkorú kopaszodó figura, Bob, aki rájön, hogy amúgy ő egy epikus szuperhős, csak valamiért ő is, és mindenki más is ezt elfelejtette. Ahogy elkezd végigbogozni a szálakat, előjönnek az emlékei, hogy ő egy Sentry nevű szuperhős, és ahogy felkeresi a többi hőst, őnekik is előjönnek róla az emlékek, és kiderül, hogy már a 40-es évek óta a Marvel univerzum szerves része volt, csak mindenki elfelejtette. Kiderült, hogy az ő nagy ellenfele Void, akinek gyakorlatilag két fele egyetlen személyiségnek, és csak úgy tudta legyőzni és elüldözni, hogyha mindenki elfelejtkezik róla. Csak képzeljük el ezt a filmet, hogy most már bőven van annyi korábbi film, amiben utólag beillesztésre kerülne Sentry, aki együtt harcolt mindenkivel, csak elfelejtettük. Imádnám. A 80-as évek Thor képregényeiben bukkant fel a sztori, miszerint egy idegen faj űrhajó flottája húz keresztül a galaxisunkon, és Nick Fury Thort kéri meg, hogy derítse ki, mi a helyzet. A hajó támadásnak érzékeli Thor közeletét, úgyhogy felébreszti hibernálásból a védelmező bajnokát, Beta Ray Bill-t. Hatalmas küzdelembe kezdenek, és mire a naprendszerhez érnek, Thor 60 másodpercen át távol marad a Mjölnirtől, a kalapácsától. Igen, akkor a képregényekben még megvolt Mjölnir. Akkoriban a képregényekben volt egy ilyen sztori, hogy ha ez megtörténik, akkor Thor visszatér halandó formájába Donald Blake-be. Donaldot lecsapja ez az idegen, és amikor megvizsgálja a kalapácsot, rájön, hogy fel tudja emelni. És ezzel bum, meg is kapja Thor erejét. Mint kiderül, fajuk a Corbinite-ok majdnem kihaltak, amikor az egész galaxisukat elpusztított egy erő, és menekülni kényszerültek. A mi galaxisunkba érve valamiért Thor erejében fedezték fel ugyanezt az erőt, mint ami őket pusztította el, ezért a kijelölt védelmezőjük ment ellene. Odin el akarja dönteni, hogy akkor most kinél is legyen Thor ereje, úgyhogy egy 1v1 párharcot hirdet a fia és Beta Ray Bill között. Skartheimen csapnak össze, ahol amúgy végül Bill kerekedik felül, de csak azért, mert jobban bírja a hőt, mint Thor. Végül nem hagyja meghalni Thort, mert túl jó ellenfélnek találja. Először ragaszkodik Mjölnirhez, mondván szüksége van rá, hogy védelmezze a népét, de végül beleegyezik abba, hogy Odin egy új fegyvert készítessen ugyanabból az anyagból, ugyanazon törpök által, és ez a Stormbreaker, amit ugye az MCU-ban jelenleg is használt Thor, és amit az Infinity War-ban készítetett. Na, most akkor ez jelenthetné azt is, hogy az eredeti Beta Ray Bill sztorit már nem fogjuk látni, hiszen annak elemeit már így vagy úgy felhasználták a filmekhez, de azért még kitarthatunk, hogy valamikor felbukkan. Egyetlen említést már látunk arról, hogy létezni amúgy létezik, hiszen a Thor Ragnarökben láthattunk róla egy szobrot, sőt, Kevin Feige azt is elmondta, hogy az eredeti tervek szerint szerepelt volna a filmben, viszont annyira kis szerepben, hogy nem lett volna a karakterhez méltó. Inkább majd lehet, hogy később visszatérnek hozzá. Na és ez ad reményt afelől, hogy majd láthatjuk még a nagymászon egyszer. És jegyezzük meg, hogy van egy aprócska kis pletyka, amely szerint Beta Ray Bill a Guardians of the Galaxy 3-ban be lesz majd tényleg mutatva, de ez egy 3 éves pletyka, és még mindig nem lett megerősítve, szóval ezért most rajta hagyjuk a listánkon Beta Ray Bill-t. Igen, a Ghost Rider már kapott nagyjátékfilmet, többet is, Nick Cage főszereplésével, de most arról beszélünk, hogy az MCU-ban milyen jó lenne, ha felbukkanna. Talán ezt a karaktert kell legkevésbé bemutatni, hiszen a filmeknek köszönhetően már sokan ismerik, de annyit azért érdemes megjegyezni, hogy a karakternek a képregényekben is jó pár változata van. Az eredeti legelső Ghost Rider ugye Johnny Blaze volt, egy motoros kaszkadőr, aki rákos nevelő apját akarta megmenteni, és ezért idézi meg Mephistót. Mephisto hajlandó volt segíteni, de cserébe Johnny lelkéhez kötötte Zarathost, egy démont, és arra használta, hogy megbüntesse a gonoszakat. Akárhányszor Johnny valamilyen gonosz ember közelébe ért, átváltozott Ghost Riderré a lángoló koponyás Börgye kis bosszú szellemévé, hogy megbüntesse őket. Az évek során aztán a bosszú szelleme emberről emberre jár, beköltözik Johnny rég elveszett kis testvérébe, Daniel Ketchbe is, egy nicaraguai nőbe, Alejandra Jonesba, de például a mexikói származású Robbie Reynesbe is, aki motor helyett egy 69-es Dodge Charger-t használ járműként. És igen, jól látjátok, ez a Robbie Reyes szerepelt élőszereplős verzióban, ráadásul nagyon szőrszál hasogatók akarunk lenni, akkor valójában az MCU-ban. A probléma az, hogy ez az Agents of S.H.I.E.L.D. című tévésorozat volt, ami mellett
Én mind a mai napig ki fogok állni, szerintem baromi jó volt, viszont mára már egyértelművé vált, hogy bár szorosan csatlakozik az MCU-hoz, és rengeteg karakter és esemény bukkan fel benne, nem része a kánonnak. Még könnyen lehet, hogy a multiverzum szagában valahogy beigazolódik, hogy valójában az Agents of S.H.I.E.L.D. egy alternatív föld volt, és felbukkannak ezek a karakterek, minden esetre bármelyik verziót is hozzák át a filmekben, nagyon örülnénk egy nagyvásznas, igazi Ghost Ridernek. Félig meddig emlegettük már ezt a karaktert, és full szubjektíve azért hagytam az első helyre, mert egyik személyes kedvencem a képregényekből. Silver Surfer eredetileg egy Norrin Red nevű csillagász volt a Zen-La bolygón, aki felfedezte, hogy Galactus az ő bolygója felé közeleg, felajánlotta életét a bolygó megmenekülésért cserébe, Galactus pedig elfogadta az ajánlatot. Innentől kezdve Galactus szolgája és hírnöke volt, aki új bolygókat keresett számára, hogy felfalja. Így jutott el a Földre is, ugyanis nyilván ő volt az, aki a Földet is kiválasztotta Galactus számára, ám végül a Fantasztikus 4-es felébreszti a benne rejlő emberséget, zenlaságot, tehát a lelki ismeretét, és végül korábbi mestere ellen fordul, és elküldi őt tőlünk. Innentől kezdve folyton itt-ott felbukkant, persze főleg a Fantasztikus 4-es képregények hasábjain, de volt ellenfele és szövetségese is sok más karakternek. Az egyik személyes kedvenc sztorim a Planet Hulk, ahol ugyebár Hulk érkezik meg a Scar bolygóra, és lesz ott gladiátor, és találkozik az épp regnáló bajnokkal, Silver Surferrel, aki szintén ide került. Pontosan ez a sztori lett felcserélve a Thor Ragnarökhöz, ahol Hulk szerepét Thor vette át, Silver Surfer szerepét pedig a Hulk. Ez ugye folytatódott is, hiszen az Infinity Warban is Silver Surfer szerepét töltötte be Hulk. Nézzük csak ezt a képregény kockát, ahol Silver Surfer zuhan be Doctor Strange ez a képregényben, és pont ugyanígy tesz Hulk a filmben. Szóval egy fura átiratban megkaptuk Silver Surfer Bruce Bannerként, de nyilván nem ugyanaz a karakter. Viszont most, hogy a Fantasztikus 4-es már biztosan kap filmet 2025-ben, remélhetőleg előbb-utóbb el fogunk jutni egy rendes Galactus sztorihoz, és ezzel együtt a Silver Surfer is tagja lesz az MCU-nak. És most ez csak 10 karakter volt, akit eddig hiányoltunk az MCU-ból, és őszintén remélem, hogy évek múlva, ha valaki nézi ezt a videót, csak értetlenkedni fog, hiszen már mind felbukkantak addigra a filmekben. Addig is ti kit hiányoltak még a filmekből? Írjátok meg nekünk kommentben, vagy beszélgessünk róla a Discord szerverünkön, ez linket találtok a leírásban. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. Várunk legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.